Bor az olyan dolog, hogy azt nagyon sokan megírták, hogy annak lelke van, avval törődni kell, és azt tulajdonképpen meghálálja azt, hogyha foglalkoznak vele. És ez a Gábor barátom, aki ezt a teljes szívével, lelkével csinálja, ez beleérezhető a borba, amit ő művel vele. Megtanultam mindent, hogy mit nem szabad, és így viszonylag már csak azokat kellett elhagynom. Csináljunk egy olyan szőlészetet Magyarországon, ami megint ide tudja vonzani az embereket, ha másért nem, a szőlőért és a borért jöjjenek ide. Hát ugye a növényvédelem során nekünk a felszívódó, a szisztemikus szerek azok abszolút kizártak, tehát amelyek a növénybe vagy a gyümölcsbe, szőlőgyümölcsbe bejuthatnak, ezek tiltott szerek, kizárólag az úgynevezett kontakt növényvédőszereket használhatjuk, ez a réz és a kénható anyag, ezek a levél felületén fejtik ki a hatásukat. A gyomírtás az ugye mechanikus úton zajlik, kaszával, kapával. Igyekszünk elszaporítani, illetve ők ezt aztán megoldják maguknak, ugye a hasznos élő szervezeteket, katicák, fülbemászók, amelyek mégis megeszik a kártevőket. Nem használunk élesztőket, tápsókat, enzimeket, különböző mustisztító anyagokat. Ugye a mustjavítás az abszolút tiltott dolog részünkre, de igazából nincs is rájuk szükségünk. Történtek kutatások, amelyek szerint nem nálunk, hál' Istennek, inkább Franciaországban, Olaszországban, hogy a legtöbb konvencionális bor elég sok növényvédőszer maradványt tartalmazhat. Találtak olyan bort, amelyben 15-16 darab különböző növényvédőszer maradványt fedeztek fel. Igaz, ezek mind az élelmiszer egészségügyi határérték alatt voltak egyenként, de hát a sok kicsi sokra megy. Na most nálunk a bioborokban ezeket nem fogják megtalálni. Ma a világpiacon, amiket árulnak borokat, az valószínűleg több, inkább kémia, mint borászat. Eléggé naprakész vizsgálatok mutatják azt, hogy a mai borokban 30-50 között van az olyan nyomelemek száma, ami nem odavaló. Nekem az a természetes bor, amihez nem használunk olyan dolgokat, ami nem való a borba. Na most, amikor tartósítani akarják a bort, és ezért tesznek bele ezt azt, amikor a színével akarnak valamit csinálni, amikor minden évjáratban ugyanazt az ízvilágot akarják produkálni, az már nem az igazi. Hát én nagyon boldog ember vagyok, mert tulajdonképpen egy csomó olyan dolog állt sorba az életembe, és ennek a végén a szőlő is, meg a bor is megjelent, amitől én folyamatosan jól érzem magam. Én azért érzem jól magam, mert Magyarországon vagyok, magyarul élek, és főleg magyarul gondolkodom.